Sziasztok! Ma egy számomra nagyon-nagyon kedves dologról fogok beszélni, és ez nem más, mint a karácsonyi készülődés. Igaz, még csak október közepe van, és ez nagyon érdekes számomra, hogy amúgy a maga a karácsonyi készülődés régen ugye az a november, december, tehát november vége, december eleje volt, és aztán ahogy ment előre az idő, tehát rájöttek, hogy egyre közelebb hozzák ugye az őszhez ezt az egész készülődést, olyannyira ugye, hogy most már október eleje óta az üzletekben mindenféle karácsonyi dolgot lehet kapni, sőt van olyan üzletlánc, amiben már október előtt is lehetett kapni karácsonyi díszeket. Ez kicsit nekem olyan, hogy ha nagyon ebben elkezdek vásárolni, meg elkezdem csinálni, mire eljutok a karácsonyig, addigra kiégek. Tehát elmúlik az a varázs. Ezt két évben is eljátszottam, hogy elkezdtem ugye én is vásárolgatni. Nem ajándékokra gondolok, hanem mondjuk díszekre, vagy mentem olyan részeken, ahol ugye ezt a feldíszített üzletrészeket láttam, és úgy már telítődtem, mire a valós karácsony eljött, ezért úgy döntöttem az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben, körülbelül akkor kezdtem el újra, hogy visszatértem ahhoz, hogy így a karácsonnyal nem nagyon foglalkozom november vége előtt. A karácsonyi ajándékokkal az egy másik dolog, mert az a magamnak könnyítem meg a dolgomat, hogy nem az utolsó pillanatban kapkodok. A nagyobb ajándékokat, hogyha vannak a nagyobbak, amit tudom fixen, hogy meg fogok venni, akkor azokat ugye a legvégére szoktam hagyni, de hogyha most már, például most október eleje óta, vagy már szeptemberben is, hogyha látok valami nagyon kis klassz dolgot bárkinek a családban, akkor én azokat már elteszem. Tehát nem azt csinálom, hogy odaadom, mint egyébként évközben, hanem becsomagolom, elrakom, ha olyan helyen járok, akkor ugye, ahol lehet már csomagolni, akkor ott be is csomagolom azonnal, és úgy teszem el. És aztán nekünk ugye egyben van, tehát van a karácsony, és utána január 3 és március 3 között az összes szülinap a családban lezajlik, tehát már úgy veszem, hogy ha nem karácsonyra adom oda, akkor a szülinapra, tehát így mind a kettőre tulajdonképpen októbertől egyszerre vásárolok. De milyen ajándékokat vettem, mert ugye ez volt az egyik kérdés az egyik kedves nézőnknek. Azt nem szeretném megosztani, mert hogyha most megosztom, hogy milyen ajándékokat vettem, akkor ugye nézik a videót a családtagok, és akkor lelövöm a poén, tehát ez biztos nem. Annyi, hogy jártam van Keltenben, például most is voltunk a barátnőmmel Ausztriában, és Ausztriában kinéztem valamit, vagyis ugye láttam valami klassz dolgot, gyorsan megnéztem a neten, hogy itthon mennyibe kerül, és akkor végül is itthon fel annyiba került, úgyhogy ezt itthon vettem meg a két gyereknek. De vannak olyanok is, hogy tényleg így, ha bemegyek egy drogériába, vagy ruhaüzletbe, vagy bármi, és látok egy olyat, akkor azt mindenképpen megvásárolom nekik. Egy probléma van mindig, és mindig ő a szűk keresztmetszet, és nem más, mint a férjem Robi, mert ugye a férfiak általában olyan dolgokat szeretnek, amit nem nagyon közölnek velünk. Tehát nekem, Robinak sokkal könnyebb dolga van, mert én elmondom, hogy még ezt tetszik, vagy azt tetszik, nem úgy mondom, hogy ezt vedd meg karácsonyra, hanem ő nagyon kis szemfüles, amiben én azért tisztában vagyok, bár nem mindig gondolom azt komolyan, hogy azt szeretném, de ő ezt komolyan veszi és megveszi, úgyhogy nagyon kell vigyáznom, amikor megközelik a karácsony, mert én mindent megvesz, amit kinézek magamnak. És akkor mondom, hogy jaj, ez milyen jól néz ki, de most ezt nem veszem meg, és akkor ő fogja, és szerintem rögtön megy, és megveszi, és megpakolja el magának félre. Én valami ilyesmit gondolok, mert általában szinte majdnem, hogy mindent megkapok karácsonyra, amit előtte, mit tudom én, 2-3 hónappal kinyögtem a számon, úgyhogy nekik tényleg könnyű dolgok van, mert most vesznek egy valamilyen pipere dolgot, vagy vesznek egy ruhadarabot, vagy vesznek egy konyhai gépet, vagy tányérokat, vagy egy díszt, vagy tehát, hogy teljesen mindegy, mi nők egyszerűek vagyunk ilyen szempontból, szinte majdnem, hogy mindennek örülünk, vagy ékszert, vagy tényleg, hogy bárminek. Most náluk ez a műszaki ketyerés dolog, én így nevezem ezeket, ez úgy van, hogy mondjuk kinéz valamit mondjuk augusztusban, azt mondja, hú, ez de jó. És mire én megveszem, a tuti, hogy mire karácsony lesz, kijön abból valami teljesen új verzió, amiről fogalmam nincsen, vagy egy más gyártónak egy jobb terméke, és neki akkor már ugye, hát, hogy igen, ez tök jó, de hát most már van ennél jobb, és mégis azt kellett volna.
Tehát, hogy én ilyet egyszerűen nem merek megvenni. Tehát most mit vegyek, egy hangfalszettet, vagy értitek? Hát, hogy ők olyanok tetszenek nekik, hogy egy autóban valami alkatrész, amit tényleg is egyáltalán nem értek, és pontosan nem tudom, hogy melyik az, és elkezdem kérdezgetni, de az micsoda, akkor egyrészt gyanús leszek, hogy mi bajod van, biztos lázas vagy, a másik pedig az, hogy rögtön lebukok, hogy ezt valószínűleg karácsonyra akarom neki megvenni, vagy amikor még tök jól járunk azzal is, hogy megveszed, és akkor ő is megvette. Mert ő meglepte magát, szóval a pasik azért egy ilyen elég nehéz, nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nekem nagyon nehéz, most vegyél neki egy újabb inget, nyakkendőt, övet, cipőt, nem tudom, tehát valami ruhadarabot, egy parfümöt, tehát mert tényleg ilyen elcsépelt nekünk, mindig ilyen változatosan lehet vásárolni, és egyébként Martinnal is így vagyok, bár hogy most ugye megmondta, hogy mit szeretne, úgyhogy azt fogja megkapni az apukájával, közösen vásároljuk meg neki, de tényleg így... Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz. Tehát Martina is már, ez úgy volt, hogy amikor 6. osztály is lett, vagy 5. ők, tehát ez a generáció már nem úgy játszik a játék, nem olyan játékokkal játszik, tehát nem használták már autót, nem nagyon legóztak már. Tehát, hogy így nagyon nehéz volt, és onnantól most mindig vegyél neki egy újabb számítógépre valami játékot, ez, vagy mit tudom, Xboxra, vagy bármi. Hát, hogy ez így most meg már ugye főleg, hát a 18 elmúlt, hogy egyáltalán ezek a dolgok nem érdeklik. Szerencsére például a ruhákat kedveli, úgyhogy ilyet lehet neki venni, de neki is így vége lesz a tárháznak nagyon gyorsan, és minden évben ugyanazokat fogja kapni, és akkor így kicsit ilyen azt érzed, hogy meg vagy lővetett, hogy mit vegyél, és talán van még egy szüli nap is, mert mi a névnapot nem ünnepeljük, és mi innentől kezdve szüli napra és karácsonyra veszünk csak ajándékot, de mindig ilyen a fiúk körül nagyon nehéz. A lányok neked kírálnak, és a legegyszerűbb, tehát neki bármilyen kis játékot veszünk, teljesen mindegy mi az, ő nagyon fog neki örülni. Tehát ez így az ajándékos rész, tehát hogy mindig megvan egy nagyobb ajándék, amire tudjuk, hogy vágynak, és kivéve ugye Robit, hát az nem tudom most, hogy mi lesz vele, úgyhogy szia, örülök, hogy vágod a videót, mindegy. Vagy azért mondjuk szívem valamit, hogy mit szeretnél, mert fogalmam sincs. Ismételten, ahogy minden évben ez így van, és azt minden évben eljátszok, egyébként mindig megkérem, hogy írjon össze 5 dolgot, amit szeretne. Szerintetek össze szokta írni? Jó, összeírom majd, aha, szerintem ő se tudja egyébként, hogy mit szeretne pontosan, vagy amit szeretne, azt tudja, hogy annyira drága egyrészt, vagy annyira speciális, hogy nem bízza rám inkább, azt ő szeretné megnézni életben is, vagy megvenni, vagy utána járni, és ezért nem mond nekem így semmit. Úgyhogy erről ennyit, tehát az ajándékos rész az így tudódik le, hogy apróságok és egy nagy dolog, aztán ugye a menü. A menü az nálunk általában ugyanaz, mert egész évben mi nem eszünk sokszor lazacot, vagy hogyha lazacot eszünk, akkor teljesen másképp készítjük el. Tehát ugye mi veszünk egy nagyobb lazacot, és akkor azt Robi kapribogyóval, meg lájmmal ízesítve süti meg, és krumplipürét készítünk hozzá. Ez Robinak a rezortja. Leves nem nagyon szoktunk készíteni, mert hogyha halászlé van, azt a szüleimnél szoktunk enni, vagy, tehát annyira laktató maga a lazac a krumplipürével, meg utána ugye a desszerte, hogy nincs már szükség még levesre is, tehát így nem esszük teljesen degeszre magunkat, és a sütemény terén pedig valamilyen mascarpone-s süteményt szoktam készíteni, mert az nálunk a tuti befutó. Tehát a mascarpone-s sütemény teljesen mindegy, milyen mascarpone-s, tehát mit csinálok, az mindig azonnal is nagyon gyorsan elfogy, úgyhogy ezt a kettőt szoktuk, és ezt nem variáljuk ezt a menüt, mert ez bevált, és valahogy nekünk a karácsonyhoz ez lett, ami csatlakozott. Vagy mondjuk, hogyha nem krumplipürét, akkor krumplisalátát, mert ezt Robi is nagyon szereti, meg ugye egyébként mi is, azt ő találta ki, hogy legyen krumplisaláta, krumplipüré helyett, úgyhogy vagy ezt, vagy azt szoktunk csinálni, vagy van mindkettőt, mert lehet, hogy két adag lazacot is megsütünk, ugye főleg, hogyha jönnek ugye vendégek, és tehát ugye a menü az így ennyi, hogy ezen nem nagyon szoktunk variálni, a mascarpone és sütin, hogy hol ilyet csinálok, olyan mascarpone, és az mindig éppen ami eszembe jut, vagy ami van hozzá itthon, az alapján készítem el. Aztán ugye a díszek, azt meg annyira sok díszt halmoztunk már fel, hogy igazándiból
új díszeket már nem nagyon szeretünk venni, vagyis hát mondhatni nekem egy kicsit így meg van tiltva mind Robi, mind pedig Martinnak a részéről, mindig mondja, hogy de hagyd már, anya mondja, mindig mondja Martin, és anya, hagyjad már, minek veszel még dízem, annyi díszünk van. Robi is azt mondja, hogy akkor legalább egy részét vagy dobjam ki, vagy adjam oda valakinek, és utána vegyek újat, mert hogy megfulladunk a díszektől, de szerintem ezzel a legtöbb nő így van, mint ahogy én, hogy mindig veszünk egy újabbat és újabbat. De azt vezettem be, hogy amikor karácsony előtti héten, általában már ilyen akciósak ezek a díszek, és akkor ha ott meglátok valamit féláron, vagy nem tudom, akkor azt megveszem. És meg még azt is szoktam csinálni, hogy az ajándék csomagokra, amit így adunk így ajándékokat, akkor ami már régebbi dísz, vagy mondjuk de nagyon szép állapotban nyilván, akkor azt mondjuk egy csomaghoz hozzá kötözöm, vagy nem tudom. Tehát, hogy most ez egy új dolog, amit az utóbbi években bevezettem, hogy ezeket a díszeket rákötözöm csomagokra, és akkor vehetek újabbakat. Ez egy jó taktika, hogy egy pár dísz elfogy, és akkor helyettek veszek dupla annyit. Tényleg így van. Na, szóval, hogy a díszek az így, és amiről nálunk szól, egyébként visszatérve az ételre, hogy azért is nem csinálunk akkora nagy dolgot az ételek körül, mert nálunk nem feltétlenül az ételekről szól a karácsony, hanem inkább a fenyőfáról, meg erről a hangulatról, ami körülötte van, meg ugye főleg ugye a gyerekek, most már igazándiból Kiráról, hogy neki annyira tetszik, és akkor ilyen meséket szövünk köré, tehát ugye nálunk nem a Jézuska hozza az ajándékot, hanem az amerikai mesékben a télapó, hisz a mesék is a télapóról szólnak, és ez a kicsiknél, de ez a nagyoknál is bevált, és ugye most a Kiránál is, és teljesen ilyen mese hangulatban van, tehát mi ezt úgy adjuk neki elő, hogy a kandallón keresztül jön be a télapó. És ugye nagyon érdekes, mert ugye jelenleg nincsen kandallónk, és először karácsonyt ezt úgy ünnepeltük, hogy kandalló nélkül, akkor azt mondtuk, hogy hát ugye bejöttek az ajtón, de egyébként nem is nagyon rakta össze szerencsére a történetet, de emlékszem, hogy azt mondtam, hogy bejöttek az ajtón, és akkor úgy díszítették fel, mert így csodálkozott, hogy ugye nincs kandalló, akkor hol jött be a télapó, nagyon cuki, és most képzeljétek el, hogy megrendeltem egy kandallót, úgyhogy rettenetesen örülök neki, november végére kész lesz a kandallónk, nincs kéményünk, ezért ez egy elektromos kandalló lesz, és nagyon sokat kutakodtam utána, mert ugye ilyen műkandalló, tehát mármint, hogy ilyen számomra mű, mert van Pozdoriából, vagy valami Hungarocellből, vagy nem tudom, tehát, hogy ilyen jellegű, ilyen elektromos kandallókat lehet, nem a betétet, ugye, hanem maga ennek a vázát, amit beletesszük, ugye ezt az elektromos kandalló betétet, lehet kapni ugye a neten, meg csinálnak cégek, és most találtam egy olyat, ahol rendesen kőből készítik, és rendeltem hozzá egy fapárkányt, ez nem így volt az eredeti elképzelés, de nagyon tetszett ugye az eladó, az értékesítőnek, hogy tényleg hát ezt lehet ezt a kő kandallót fapárkánnyal is csinálni, kicsit ezzel megtörve ezt a nagyon... Hát, hogy nekem kicsit, bocsánat, egy ilyen sírköves, tehát a sírkő jutott eszembe, hogy csak kő az egész, és akkor majd meg fogjátok látni, meg fogom mutatni ugye ezt az új kandallót nektek is, és ezért, hogy ne olyan legyen, ezért ez a fa lett a teteje, és akkor ez így meg fogja törni ugye ezt a sírkő jelleget, és akkor így ilyen lesz a kandalló. Nagyon, nagyon szép lesz, tehát már annyira tetszik, tehát én néztem ott a kandallót, meg néztem ugye ezt az elektromos betétet, hogy bekapcsolták, és akkor úgy ott olyan volt, de tényleg égne benne a tűz, tényleg gyönyörű, mert van ez az etanolos változat is, csak nekem az meg ilyen krematórium jellegűnek tűnt, tehát hogy olyan, nem tudom, hogy belenéztem, és így nem jó dolgok jutottak erről az egészre az eszembe. Ez biztos, hogy kötődik ahhoz, hogy apukám ugye el lett hamvasztva, és akkor valahogy így az a kettő összekötődött, és így néztem, és így az nem, és akkor így maradt, mert ugye az viszont rendes tűz, tehát ott ugye meg kell gyújtani ugye ezt az anyagot, és akkor rendes tűz van ugye magában a kandallóban, és akkor így, de mivel ez így nekem nem jó, így maradtunk ugye ennél a elektromos kandallónál, de nagyon szép, tehát amikor lekapcsoljuk majd a villanyokat, és akkor csak ez ég, akkor gyönyörű lesz, és tényleg így szépen ilyen jó széles a teteje is, tehát szépen tele lehet pakolni, tehát ugye itt te meghatározhattad azt, hogy mekkora legyen a mérete, tehát nem kész méretek vannak, hanem akkorára csinálják, mint amennyi, amekkorát te szeretnél. Úgyhogy ez lesz most az újdonság a karácsonyban nálunk, semmi más.
A visszatérve a kérdésre, hogy hogyan készülünk a karácsonyra, csak ezzel, tehát ugye ajándékokat próbálok beszerezni, hogy minél, tehát ne az legyen, hogy most egy ajándékot kibont valaki, és akkor már azért sejtő, hogy mi van abban benne, hanem nem a csomagban, hanem több apróságot szoktam vásárolni, és akkor úgy szerintem sokkal élvezetesebb a karácsony, hogy kirának meg főleg, most neki becsomagolunk egy kis gumit, hajgumit, akkor hajcsatót, egy kis pici valami kis babát, vagy egy plüssállatot, vagy bármi, tehát bármi ilyet, több kis csomagot ő imádja bontogatni, egyébként a mi ajándékainkat is ő szokta kibontani, tehát nem mi szoktuk, hanem ezt neki átadjuk, és akkor ő csinálja meg. Úgyhogy remélem, hogy így sikerült mindenre válaszolnom. Ajándék ötleteket így kvázi én nem tudok adni. Azt szoktam tanácsolni másoknak, hogy nagyon sok youtuber tesz fel ajándék ötleteket, meg ugye előző karácsonyi ajándék ötleteik is ott vannak, vagy mondjuk, hogyha mi is például, hogy lehet, hogy föltesszük majd, hogy most mit kaptak a gyerekek, vagy mit vásároltunk, akkor azokat vissza lehet így nézegetni, és akkor lehet, hogy onnan kaptok ötletet, hogy más mit vásárol. De mondom, szerintem így a férfiakkal mindannyian mi nők bajban vagyunk, mert férfi a férfival lehet, hogy nem, én Martint szoktam kérdezgetni, mit gondol, hogy mit vegyünk Robinak, de neki szoktak jó ötletei lenni, de vele nagyon-nagyon-nagyon nagy bajban vagyunk, mert ő rettenetesen tudja, hogy mik az új dolgok, és neki mindig más és más és más tetszik, és mindig a legújabbak, és itt tényleg így, tehát most azt mondjuk, tegyünk neki egy fúrót például, vagy nem tudom, és akkor megvenném a fúrót, addigra már vagy ő megvette, vagy megint már másik tetszik neki, szóval tényleg így nagyon nehéz. Ha nektek van ötletetek, hogy mit szoktatok vásárolni férfiaknak, azt köszönöm és várom, vagy férfiak légy szíves, akik nézitek ezt a videót, osztjátok annak, hogy miket szeretnétek kapni, vagy minek örülnétek, mert szerintem még ti magatok is bajba vagytok azzal, hogy mit lehetne azon kívül, persze, hogy vegyünk egy autót, vagy egy házat nektek, vagy mit tudom én, nem tudom, de egy jaktot. Tehát, hogy tényleg így légy szíves, ha van ötletetek, akkor segítsetek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, lájkoljatok minket, kövessetek, iratkozzatok fel, várom tőletek, hogyha leírjátok, hogy ti hogyan készültök a karácsonyra, hogyha van kedvetek, én is kíváncsi vagyok, hogy mások hogyan készülnek, vagy hogyha bármire van ötletetek karácsonyra kapcsolatban, hol érdemes díszt venni, vagy bármit, vagy hogyha mondjuk valaki nem szeret sütni, akkor hol érdemes süteményt venni. Egyébként például én mondok rögtön egyet, hogy a Szamosban nagyon-nagyon finom a beigli, mi már vettünk ott például. Ilyenekre gondoltam, és természetesen minden más jellegű kérdéseket is várjuk írásban. Budapesti Família néven tudtok minket követni mind a Facebookon, mind az Instagramon, ugye Alexának is van már Insta oldala, és tudtok nekünk levelet írni a lent látható e-mail címre, illetve a levelezési címünkre, és természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok!